Tungó Andrea vagyok, és szeretettel köszöntök mindenkit, aki most ezt a videót nézi. Nagyon sok mindent tapasztaltam és tanultam az elmúlt 22 évben, de az emberi tudat működésének megértése önmagamon és másokon keresztül egy olyan mélyreható változást indított el bennem, melynek sors átalakító erejét a mindennapokban folyamatosan tapasztalom. 10 év önismeret és önmegfigyelés által testvéremmel együtt egyre mélyebben felismertük, hogy mindannyiunkban egy olyan korlátlan belső erő él, melyhez való kapcsolódás egyre jobban támogatja a mindennapi élethelyzetek során megjelenő belső konfliktusok fokozatos feloldását. Felismertük, hogy a múltbéli hajlamok és viselkedés mintázatok a mindennapi élethelyzeteken keresztül újra és újra aktivizálódnak belső ellenállást és konfliktusokat létrehozva. Ezek a viselkedés mintázatok olyan gondolati és érzelmi energiák összessége, melyek önműködő mechanizmusként irányítanak minden embert addig, amíg ezek felismerésre, megfigyelésre nem kerülnek. Az emberi tudat működése során jelen van egy belső vélemény és ítéletalkotás önmagunkról, másokról, a tapasztalatokról és a világról egy egyéni és társadalmi hitrendszer alapján. Ez a véleményalkotás múltbéli tapasztalatokra, hiedelmekre, hajlamokra és mintázatokra épül. Olyan sokszor kapott a rávitt figyelem által megerősítést, hogy egyfajta ösztönreakcióként jelenik meg. A múltbéli hiedelmekre, mintázatokra, tapasztalatokra épülő belső vélemény, ítéletalkotás ellentétes gondolati és érzelmi energiákat hoz létre, melynek azonnali visszacsatolása egyfajta elkülönültség érzete, mely a legfőbb kiváltója a belső konfliktusoknak, a negatív érzelmi állapotoknak, elakadásoknak, blokkoknak. És ilyenkor nem megy a kapcsolódás senkihez és semmihez. Az igaznak, valósnak vélt vélemény és ítéletalkotás létrehozza a személyes sérülés hiedelmét, és ez nagyon sok valótlan, belső feszültséget és problémát hoz létre, mely rávetül a külvilágra. A külvilág mindig tükörként mutat rá az önmagunkkal való belső kapcsolatra. Az önismeret által, ahogyan egyre mélyebben megértjük a belső önműködést, és az önmegfigyelés által, ahogyan egyre jobban leválunk a régi viselkedés mintázatokkal, személyes sérülésekkel való azonosulásokról, a belső korlátlan erőből való merítés által egyre jobban tudunk kapcsolódni önmagunkhoz és másokhoz, egyre jobban együtt tudunk érezni másokkal és önmagunkkal. Az egyre kibontakozó kapcsolódásnak sors átalakító ereje van, mert a fokozatos belső változásokon túl hat a környezetünkre, és a környezetben élő emberekre is. A változások elkezdenek megjelenni az élet minden területén, és az, ami belül megnyilvánul, szépen finoman megjelenik a külvilágban is. Egyre jobban növekszik az energiaszint az érzelmi fejlődés által. Egyre jobban feltárulkozik egy belső önelfogadás, és ezzel párhuzamosan spontán megjelenik mások fokozatosan mélyülő elfogadása is. Egyre mélyül az élethelyzetek nagyobb perspektívában való tisztán érzékelése és látása az együttérzés és kapcsolódás által. A korlátlan belső erővel való kapcsolódás újra és újra életerővel tölt meg, és feltárja spontán a különféle élethelyzetek megoldását, a megszülető tiszta gondolatokon, tiszta megérzéseken keresztül, melyek támogatják az együttműködést a mindennapi életben.
A korlátlan belső erőből fakadó életenergia támogatja a fizikai test és energiarendszer egészséges működését is. Így kiemelkedő szerepe van a stresszkezelésben és a betegségek megelőzésében is. Az önismeret és önmegfigyelés és a belső erőhöz való kapcsolódás által nyitottság és bizalom esetén egyre mélyebb belső béke, nyugalom, szeretet és boldogság állapota tapasztalható meg. Minden ember a boldogságra törekszik, és minden emberi tevékenység mögött a boldogság elérésének célja húzódik meg. Az önismeret és befelé figyelés a régi viselkedés mintázatokkal, személyes sérülésekkel való azonosulásokról való leválás fokozatosan feltárja a belső boldogságot, és megélhetjük a szeretetteljes kapcsolódást. A korlátlan belső erőhöz való kapcsolódásban és a viselkedés mintázatok mögött meghúzódó ellentétes gondolati és érzelmi energiák egységberendezésében támogatást nyújt az egységszinkronizáció. Az egységszinkronizáció fokozatosan elkezdi megszüntetni a negatív viselkedés mintákkal való téves azonosulást, és a személyes sérülésekből fakadó érzelmi traumákhoz való kapcsolódást. Most egy kicsit részletesebben a folyamatokról. Az önműködés megértését támogató életvezetési tanácsadás során a résztvevővel végig tekintjük azokat a viselkedés mintákat, élethelyzetekhez, emberekhez kapcsolódó személyes sérüléseket, melyeket a résztvevő is tudatosan már felismert, melyek újra és újra megjelennek a mindennapi élet során, belső ellenállást, elakadást okozva. Támogató rálátást adunk az ismétlődő mintázatok mögött meghúzódó mélyebb késztetésekre, és olyan gyakorlatokat adunk át, melyek különféle élethelyzetek során támogatást adnak a belső érzelmi reakciók kezelésében. A beszélgetést követően a résztvevő egy meditatív állapotba helyeződik, ahol egyre mélyebben befelé figyel. Újra végigmegyünk a tudatosan felismert viselkedés mintázatokon és személyes sérüléseken, és az általunk már önmagunkban felismert korlátlan belső erő a megengedés által egyszerűen elkezdi támogatni a résztvevőt, hogy leváljon a figyelme a téves gondolat és érzelmi azonosulásokról és személyes sérülésekhez való kötődésekről, illetve elkezdi egységbe rendezni az ellentétes gondolat és érzelmi energiákat, ami miatt nem ment a kapcsolódás. A résztvevő e folyamat által fokozatosan elkezd kapcsolódni a benne is ott élő belső erőhöz, mely életerővel tölti meg, és elkezdi megemelni az energia szintjét. Egyre mélyebb elcsendesedést, könnyebbséget és békét él meg, majd fokozatosan a mindennapi élet során újra elkezd tudni kapcsolódni a külvilághoz. A változások megjelenése, a figyelem korábbi mintázatokkal való azonosulásokról való leválása mindenkinél más és más ütemben halad. A belső változások azonnal elindulnak, és hetek, hónapok, évek alatt egyre mélyebben bontakoznak ki. A belső változások külvilágban való megjelenése van, akinél azonnal jelentkezik, van, akinél hetek, hónapok múlva, és van, akinél ez a folyamat évek is lehetnek, ez egyénenként változó. Természetesen mi az önműködés, és azon keresztül mások működésének megértésének egy olyan lehetséges útját tudjuk átadni, ami számunkra is támogatást nyújtott, és jelenleg is nyújt. Ezen az úton a nyitottság és a bizalom az, ami segít elindulni. Testvéremmel együtt örömmel osztjuk meg felismeréseinket, tapasztalatainkat, hogy mások is egy boldogabb, teljesebb, kapcsolódással teli életet tudjanak élni. Köszönöm szépen a figyelmet!